Még szabadon közlekedhetnek az autók a Szentháromság tér előtt, de erre már csak a hétvégéig lesz lehetőségük. Folytatódnak a Szentháromság tér régóta húzódó felújítási munkálatai, melyhez teljes útzárás szükséges. A forgalom korlátozás február 1-én hétfőn lép életbe, amely a munkák befejezéséig tart majd. Két ponton zárják le az utat. Elsőként itt, a Nagy templom sarkánál, a Hunyadi utca bejáratában, így a Hunyadi út felé még lehet majd közlekedni. A másik lezáró pont itt lesz majd, így a volt hotel épülete melletti kis utca már zsákutcaként fog funkcionálni, ahogy a Szent István Király út Nagy templom felüli része is zsákutcává alakul. Várhatóan a Szentháromság tér bejáratában fizikai korlát és behajtani tilos közúti tábla is kihelyezésre kerül. A tervek szerint csupán az autós forgalom előtt zárják el a szakaszt, így a barokk cukrázza és a templomtér a gyalogos és a biciklis forgalom számára használható lesz, azonban csak korlátozottan. A téren való áthaladás a Fogtői úti sétány felől, valamint az érseki palota előtti szakaszon a továbbiakban biztosítva lesz, viszont a munka végzése fokozottan számolni kell itt is. Az érsekség és az önkormányzat a lakosok és az autósok türelmét, megértését kérik a munkák idejére. Elterelő útvonalakat is kijelöltek, melyekről a helyszínen is lehet tájékozódni, továbbá a kiadott tájékoztatókban is megtalálhatóak. Az útlezárás a tervek szerint február 1-től július 31-ig tart majd.